Pozsony előző vezetőjének meghívására, hogy ma megint játszottak ezen a színpadon. Ma egy hajzár komédiát hoztunk el önöknek, Keresi a zsák a boltját címmel, székely humorra, székely anekdotákra, történetekre épül ez a egy felvonásos színdarab. A nő és a férfi török harcához. Fogadják szeretettel ezt az előadást, de előtte, ha megengedik, szeretném felolvasni a szereplőtest. Árongat a szerepében Farkas Zoltán társadalom, Mária felesége, Ökrösné Justis Zsanna, Gáspár a fiú, Révész Tamás, Gábris gazda, Bodor János, Borcsa a felesége, Varga Zsuzsa, Juliska az egyik lány, Nagy Erzsébet, Anuska a másik lány, Tóta Mara és Matyi a fiú, Prokabes. Mózsi Kocsmáros, Pilis Péter, Terka az anyja, Németh Hébertes Alapban, Vendel Kisbíró szerepében Tudor Péter látatják. Azt szeretném kérni önöktől, hogy az előadás után még ne menjenek el, mert a tombola sorsolás majd egy felvonásos előadás után következik. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Kisgyerek, pedig a jöhetne, mert a Liska, úgy hallom, országos hírű lett a tejében. No. Az es bajom, fiam, az es bajom. A legnagyobb bajom az, tudod-e, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet elmagyarázni, megmagyarázni. Örüljön már, de a jobbik úr. Örüljön már inkább, hogy milyen szép ez a világ példának okáé. Van benne pálinka. Ez az, öncse. Isten, Isten, egészségükre! Két feleszt ideje! Ide a másikat is! Hogy mindjárt kettőt, bíró ura? Hát azért, mert ha egyet iszok, akkor tudod, marja a gyomromat. Ha kettőt, akkor nincs gond, akkor meg egymás marják. Hogy a fele vinné el a fejemet, úgy fáj, mint a rohadás. Dohányzol, ecsé? Nem én. Iszol te rendesen? Nem igazán van mi. Nőző? Nem igazán van kibe. Jaj, hát akkor már tudom is, hogy mi a bajod. Hát a glória szorítja a fejedet. Jaj! Hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni. Igen, Széles, Covid-mentes, szép jó estét mindenkinek! Kár Isten! Adjon Isten, Péra uram! Adjon Isten! Ide hallgass, Mózsi! Na! Figyelj már ide! Voltam én itt tegnap este? Voltam. Azt ittam vagy 100 pénzre? Ittam. Aj, hála jó Istennek, én ma azt hittem elveszítettem. Na, valami csak. Valami, nem voltam. És valami. Na. No.
Szerint. Biztos a kutya volt. Hát a kutya nincs is benne. Hát de majd megyünk. Figyeljünk. Hey, de vannak dolgok, amit te lehet megmagyarázni. Hát Isten áldja meg. Na jó van, Áron bátyám. Mesélje már, de most már, hogy mi bántja magát ennyire? Ahhoz erő is kéne, fiam. Döntsél már, de a jobbik búg. Na, na, Isten, Isten. Na, ez már jobbik egy kicsit. Hát ide figyelj. Az úgy volt, na, hogy megyek az istállóba, ahhoz az országos hírű tehénhez, a Rizskához, hogy megfeljen. Megyek mögé, elkezdem felni a tőgyét. Fejem, hatalmas nagy tőgye van, rengeteg tej van benne, az én országos hírű. Fejem, képzeld el, egyszer csak az egyik lábával nem fölrúgja a sajtát. Kifolyt a tej az anyja észre. Hát mondtam, nem fogsz neki tolni bele? No! Azt akkor fogtam egy darab kötelet is, drágos, kikötöttem a lábát, a jobb oldalt a keretet. Fejem. Egyszer csak mit csinál? Na mi? Hát a másik lábában is kirúgja a sajtát. Mondom, az anyád 700-at, még ilyet. Na azt akkor fogtam a másik lábához. Azt is kikötöttem a másik. No? Fejtem, aztán fejem, azt így ülünk már közben, mert már kiszállogató helyen. Így ülünk már közben. Fejem, megint mit csinál? Na mi? Hát a farkájával kiborítottam megint a sajtot. Jó! Hát nem tudtam, hogy mit csinálja. Azt mit te? Hát fogtam a fejőszéket, oda tettem a segge mögé, igen, fölálltam rá. Mondom, a farkáját kikötöm a gerendához, oda fölálltam. De nem volt már mazzag. Na, mit csináljak? Hát a katyából kihúztam a mazzagot, azt abban kötöttem föl a nehéz farkáját a gerendához. Na, erre mi történt? No, na, na. Na, mi áll? A katyám lecsúszott a bokába. Én meg ott állok a tehén segge mögött. Csóré! Csóré bizony! A himbi-limbi! Azaz! Na de mi történt ezután? Hát képzeljétek el, hogy belépett az asszony. Azért mondom én, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet elmagyarázni, hát itt nem mesélni. Édesapám, gyűjjék haza, mert nagy baj van. Mi az a nagy baj? No. Hát az úgy volt, hogy a szomszédba látjuk Mihály bácsi, mondott valamit édesanyámnak, édesapámmal, a szomszéd asszonynak kapcsolatban, aztán addig még... Mi? Mi? De nagy marra ez a Mihály. Hát pedig neki nem is lenne muszáj. Elhiszem már az apára, majd még én. Bózsiká! Tőzs már teli ezt a farskát, mert hűl az erő a bátorsága hazamenetel. Nekem is öntsél már még egyet, majd kifizetem. Isten áldja magukat! Hogy van a lóta? Edele a vágok a Rizska tehén farára, a szeretettel gondolok a babámra. Júlcsa, rubadjuk már! Édesanyám már nagyon várja, hogy ilyesek! Ott lesz! Na, menjél! Rubadjuk már! Édesapám!
Helyes apánál itt van, szorongattam mióta légy. Én meg bólingattam egy kutyával. Téged sem azért csináltalak, mert ha lenne jó eset. Csokolom, Mári néni. Gyüktem a tejét. Jóban lányom, hozom rögmest. Finom volt-e a múltkor én? Finom ám, a macska mind belepegyeltett. Na jó, édesapám, hogy ilyen jól te erőt elnünk. Ez az. Sőnél ide járnak a lányok. Juliska is igen csak csinos lányzó. Én ezt úgy meg elvenném akár már most is. Ne vedd el, fiam. Na most miért ne, édesapám? Hát azért, mert tülle van. Csokolom, Mári néni! Jöttem a Mári, jóval lányom, hozom rögvest! Édesapám, ez az? Anuska, igen, csak fogalmra van a fehér cseléd. De... ő ugye nem. De. Hát, de bizony. De bizony. Nagy baj. Ne sohajtozzál, fiam! Bármelyiket elveheted! Te se apád túl vagy. Isten, nézd rám! Úgy nézek ki, mint a disznó! Ja, még le is etted valamit. Mit rámúsz rám, mint borjú az új kapura? Na hiszen, én még elmennék Bornyúnak, de te már új kapunak nem annyira. De Áron, Honcsa, szeretsz-e még? Sose mondod. Hagyjál már, egyszerűen már elmondta. Majd ha változik, szólunk. Mi kaptam én ezt? Megőrültél? Azon gondolkodtam, hogy 40 évek együtt élünk. Ott. És nekem még sose volt jó az ágyban az. Micsoda! Hát ezt most még kaptam? Hát honnan tudod te, hogy mikor jó az ágyban te? Az utóbbi időben, amióta nem láttalak, már szinte férfiú lett belőled, ugye? Nem is, bátyja. No. Inkább azt mondja lennek, hogy ott a mind dugdos a demizsonyába, ott a háta meg egy. Ja, ebbe én. Ebbe, fiam, bor, mózsitú hoztam. Gábri is bátyját maga olyan jó, mint maga Jézus Krisztus, hanem az imént mondotta, hogy férfi vállott belőlem. Nem jöttnék abból a Krisztus vériből egy kortyocskát. Nem lehet. Na, azt miért ne lehetne? Ide hallgass, a mózsitú hoztam most ezt a bort, azt mondom, kövül nekem is, meg az asszonynak is. Azt képzeld el, hogy az én részemet alulra tette, azt az asszonyé van fölül. Ne haragudj, na, adjon Isten minden jót, szép feleséget, szépet jót, diófámú, még kuporsó. Csak hogy végre hazataláltál már. Azt beszélik a faluban, hogy megcsalsz a szomszéd asszonya. Az az ő dolgom. Az az én dolgom? Na, az az én dolgom. Azt is mondják, hogy teljes. Ez viszont az ő dolgom. Hát én ezt nem tűröm tovább. Világgá megyek.
Neki megyek a folyónak. Azt viszem a kutyát is. Kutyát, azt nem. A kutya marad? A többi még a te dolgod. De mit főztél vacsorára? Neked semmi. Tegnap is ez volt. Tegnap két napra főztem. Matyi! Matyi! Ó, kódorogsz már megint. Mindig csavarogsz azzal a pirossal. Olyan vagy már, mint apád. Mondd már meg nekem, édesfiam. Hogy van az? Hogy amit mondok, az neked az egyik füleden bemegy, a másikon meg kigyűl. Ne szígyen engem, édesanyám. De neki jól, hogy két fülem. De én is kérdezek valamit. Nem, nem tudok mesztélap táncolni. Mikor lesz már félcipő? Majd ha fél lábot lesz, fiam, akkor. És addig mit húzok? Mit? Na ide figyelj. Két vödör vizet a kúszból. Nagyon gyorsan. Erigyél. Ó, várjál, fiam. Ide van meg. Erigye a kocsmába, ott el ezt a roskát. Hozzá bort egy gyorsan. És a fél? Pénz! Pénzbe a bolond is tud. Na, ez már beszélt a sopában. Jaj, édes lánykáim, csak hogy megjöttetek. Na, üljetek le, egyetek. Apátok úgyse éhes, csak szomjas. Intelligens. Édes fiam! Tehát... Ebben nincsen semmi se. Hát ki látott ma olyat, hogy üres faskábú bort igyék az ember? Teli blabolond is tud inni, édesapám. Így az a helyet! Édesanyám! Kimehetek a kapu elé? A Bender valamit akar mondani. Aj, lányom, hát... Na, nem bánom, de vigyázzál, a becsületeden csorba ne essék, mert széjjel hasítnak. Gyere ide, Juliska, kicsit közelébb. Nem megyek, mert maga mindig helytelen, kedvés. Jaj, hát ne félj, Juliska, hát hozzád se vélek. Akkor meg minek menjen? Juliska, de jó szabad van. Christian Dior parfüm, Bukarestből, 1500, lejött Femili. Tarka paszony a szomszéd faluból 500 lej kilója. Juliskám, lelkem, hát mi bajod van? Hát nem így szoktál te táncolni. Hát én éppen vigyázok a becsületemre. Micsoda? Igaz, én a becsületem még sose láttam, de édesanyám szavaiból valahogy úgy világlott ki, hogy valahol a peselő likamba tartom. Félek, hogy a szöntősök még elveszik. Nekem is széjjel hasogatnak. Elég lesz már a mulatságból, Juliskám! Hagyja, édesanyja, hadd virágozzon még egy kicsit! Egyet se félj, Juliskám! Én a becsületedet alaposan felszegezem. Értek hozzá, nem először csinálom. Na. Gyerünk most már kifelé! Jaj! Gyerünk most már kifelé! Hagyj, jó van most már! Juliska! Na virágozzál csak gyümölcsöt le hozzá! Na, gyerünk kifele most már! Na, viszont a látásra! Lányom! Erős nagy baj lesz ebből, ha így cseleksző! Tudom én azt, mert te is ilyen bajbú lettél. De jó csak! Mikor a Vendel megcsókolt! Miért nem ripoltottál? Jó volt? Hát amikor először megcsókolt, azért nem ripoltottam, befoglalt volt a szám. Utána meg már nem lett volna értelme. Egyébként is olyan dolgokért történt minden. Most, ezt a szégyen csak apád meg ne tudja, meg a falu, mikor azt csináltátok. Tudnod kellett volna, hogy nagy bűn van? Hát tudtuk mi azt, édesanyám, de... Akkor már véteg lett volna abba hagyni. Jaj, ezt a tényed nem élettük. Na, hát ne búsuljon már, na, hát búsuljon a Vendel anyja. Az én aranyfészkemnek az égvilágon semmi baja nem történt. Az ő aranymadara.
rögtön utána meg is döntött. Na, ne sofánkodjon már! Kiköszönöm én azt a csorbát, amit a vendég csinál, ígérem. Elém még én félhő, édesanyám, mit a Julcsa? Mert én az éjszaka megálmodtam, hogy ki lesz a férjem. Jaj, hát mit álmodtál? Legalább az egyik őtök rendes lány. Hát, azt álmodtam, hogy én olyan férfihoz megyek hozzá, akinek kettő van, abból miből másnap csak egy. Annak ma azt hittem, hogy valami olyat álmodtál, amit nem lehet teljesíteni. Hát ezen lehet segíteni. A Mártonnak például két háza van. Nem jó. Hát a Jóskának meg két lova van. Meg két szamara is. De nem ilyet álmodtam? Hát akkor miért? Jaja. Hát én azt álmodtam, hogy nekem olyan legénykör, akinek kettő van abból, mi másnak csak egy. Jó, ezt már mondtad. Hát kettő. Micsodája? Azt a közében! Na, szerencsétlen, takarodjatok be a bóréba is! Két csár kukoricát megmosoljatok, de azonnal Istenem ezt a szégyet! Mi van veled, Boriska? Csak nem azok a honvos virágszálak buszantottak bő? Aj, csak lánya, ne legyen az embernek! Lánya? Hát a gyerek se jobb! A baj, csak a baj van! Az én fiam se külön, az is csak mulatozik, költi a hasznot, telik rajta az idő, ahelyett, hogy rendes lányt hozna a ház. Öreg vagyok én már, hogy ezt a sok borisztát hallgassam, én már vissza akarok vonulni. Hát, az én lányom sem, meg az én fiam se külön, azzal is csak mindig a baj van, mert nem akarnak házasodni. Pedig egy ekkora legény, már ne az anyja szoknyáján üljön. Mindig azt mondja, hogy ide nem kell még egy kenyérpréda. Attól fél, hogy a menyecske kérne bennünket a vagyonunkból. Hát mind a két legyen házasítanák. Keresi a zsák a kódját, de különben meg. Tegnap láttam, hogy a Wendel a homokba pezselte a nevét. Ösztönben mi olyan érdekes? Az, a lányod kézírásával. De van különben én nekem. Mi bajod van neked még a lányaiddal? Tehát a hibádzanak valamiből? Az előbb jól még zavargáztad őket. Hát nehogy is csak a munkára igyekeztettem őket. Két nagyon rendes, dolgos és igényes lány. Azt ugyan, mire az a nagy igény? Na gyertek, majd észre, hogy ott a matat valaki. Észre vette, légy.
De olyan becsületes szándéka volt. Van-e nekem más bajom is? Én is olyan anyaszomorító vagy. Állandóan csak elkártyázod a hasznot, meg eliszod a hasznot. Állandóan csak a lányok után settenkedel. Ahelyett, hogy már attól félek, hogy elmegy a rossz híred, aztán nem kapsz rendes feleséget. Na, rossz hírem az oda megyen, ahol akar, csak a jó hírem megmaradjon. Ne figyelj már, édesanyám, enni adjon már nekem, mert mindjárt jön ez a sok iszácsos bolis ember, aztán nem bírom én ezekkel tartani itt a tempó. Na. Kis. Édesanyám, valami? Nem elég savanyú ez a káposzta. Hát drága kisfiam, azért, mert ez mákos tészta. Mondjuk annak elég savanyú. No, de példának okáé, ott van a Gábiség Anuskája. Én úgy láttam, hogy a bába szemet vetettél be, a te is. Vetni vetettem, de nem nekem való az a lány az. Nagyra vágyik az. Én úgy tudom, hogy nem éppen nagyra, hanem inkább kettőre. Inkább beszélj már, mint a nőcevisze édesanyámat. Hát te megkóstolgatta azt, hát az új bort, ami már lassan van egy éves, és hát tényleg. Hát maga, hogy lehet ilyeneket beszélni? Én? Miért szemtelenkedj én, mert még sem fogtatom a hátadat a laskat. No, a lényeg már jó van az émána. Na, de hogyha jössz, akkor elmondom, hogy mit tudod. Na, gyere. Aztán úgy sem főzött. Na, Ákos tisztán! Gondolom, egyfele tartunk. Jó gondolat, Léra uram. Máma egyiptomi vagyok. No. Mi a jó Isten van? Gyere rám, szesz! Egy Gáspár, lassan. Itt van az ősz. Valóban. Jön a hideg. Van-e neked füles sapkád? De mióta balesetem volt, ő nem veszem. Milyen balesetet volt én? Megkínáltak pálinkában, azt nem hallottam. Nagyon Isten! Gábis, ilyen anyósoddal álmodtak, képzeld. Na, most mit mondod? Semmi. Az nem jó volt. Kitalálgass, Borsi. Tudod, hogy szeretem én az anyósomat? Hogy? Mint a viharlámpát a lőcsön, amikor lóg meg ég. Milyen már, Bendeli? Mit mondod? Ki nem állhatom ezt a vendelet? Hát mondom én sem. Azt te mennyivel tartozol neki? No, én már majd egyszer megadom neki. De jó, hogy ezt hallod. Jó, ez. Csak árcsok. Maga is olyan, mint az. Ez már Döfi. Figyelj már, ugye! Mutatok én magának valamit, ez igazi, 3 éves kükülő menti óbor. No, ezt tett kóstolja már, jó? Várjál már. No, javítsunk a helyzetet. Ugye? Ez prima. Javítsunk a helyzetet. No, Jóskát mégse hónap temetik. Mi hát? Jobban van.
semmit sem. Hát nem ízlik tán ez az igazi prima bor. De ez nagyon is ízlik én nekem. Akkor mondja már még, amikor hát azt a savanyú bort adtam az előbb, akkor így dicsért, hogy ilyen jó bor, olyan jó bor. De ne meg erre a prima borra nem mond semmit se, hogy van-e? Az azért jó, mert amikor azt a savanyú ronda lőrét ideöntötted, egyfolytában biztatgatni körülött magamat, hogy meg tudja minni. Ezt meg mindenféle biztatgatás nélkül meg tudom inni. Ha meg lent is marad. Meg lent is marad. Na, így, na, mondjam, Áron bátyám. Na, mi van? Hogy van ez, hogy magának ilyen jó tejjel a tehenye? Hát mit csinál vele? Mit csinálok? Ja, mit csinál? Hát kedves vagyok hozzá. Kedves? Hát de várjon már, hogy érti azt a tot, hogy kedves? Hát mit csinál neki? Hát már letolja mindig a gatyáját. Hát ide figyelj, amikor kimegyek este fejni, megsimogatom a hátát, na, azt megmondom neki, megkérdezem tőle, hogy ide figyelj, Riska. Mi lesz ma vacsorára? Tejé vagy marhasült? Aztán akkor azt mondja már még meg, hogy maga tud-e még? Hát tudni tudok, csak már nem bírok. Na jó, akkor még azt az egyet mondja meg, hogy az Úristen mély Ádámot teremtett elsőnek, mély nem Évát. Hát azért. De a jó Isten tudta, hogy az asszonya nem jó kezdeni. Most már lassan indulnék haza, mert van itt kő hánynom. Mi azt is hittem? Milyen csodálat az asszony elém. Na, már itt egy szalajtot érten az anyám. Tehát készen van a vacsor. Nem, csak a pirossal fogadtunk, hogy szántani tud édesapám. Ó, szántani tudok én. Ó, hát persze, hogy tudok. És kaszálni tud édesapám. Kaszálni? Hát, hogy ne tudnék? Nem is, bátya, azt mondja már meg, hogy hegedálni azt tud-e. Hegedűn? Hát persze, hogy tudok. Csak még sose nem próbáltam. És antennát azt látottam már én is. Micsoda, antennát? Mi az, hogy láttam? Már ettem is. Nem, fénybű van. Fénybű? Akkor csak láttam. Na, tényleg küldött az anyáért? Hát még ilyet nem láttam. Pózsi, figyelj már ide. Ott hagytam a múltkor a flaskát, töltsd már meg neked. Azt még haza kell vinni. Várjál, nekem már dolgom van, várjál! Dolgom van? Annuska, túljárok én az eszedet. Várjál már! Mindjárt! Várjál, rányom, hozd a flaskát, flaska nék vitt a potacs. Gáspár, figyelj már, ezzel mit csináljuk, ez a bóra? De az a baj, hogy nekem már én is kettős látásom van, aztán... Belőled egy is elég. De figyelj, rendben, mondok valamit. Na, óvatosan. Figyelj, ezt az üveget én eldugom a hátam mögé, de akkor ne figyelj majd. Most figyelj. És kitalálod, hogy melyik kezemben van. Hogyha eltalálod, akkor megkönyvni. Szóval ne. Hogyha nem, akkor meg hozzácsapom az asztalhoz. Megvan oldva. Na jó. Na, elfordulok. Na, melyik kezedben van? Hát... Szerintem a balban. Nem, de ne kapkodj! Akkor a jobban! Gyere, hogy szára nyílik a kocsma. Gondolkozz. Hát, kérlek, meg mi van mind a két csizmaszála lefeselve? Jó, neked? Ó, csak meg nekem. Édesapám! Itt vagyok! Üssék össze azt a lakodalmat, mert én megtaláltam a magamnak való lehet. Akkor ütjük, lányom, akkor ütjük!
Na, most már kell tegy elő a másikat is. Másikat? Aha. Na milyen másikat? Az a kettő. Jó, ja, azt a másik. Ja, ja, a volt másik, csak az úgy van, hogy a kisbíró kidobót adta, hogy akinek kettő van, ugye valami bű, akkor az egyiket békő szolgálta. Hogy maga milyen bolond? Hát hogy pont ez? Hát pont a nászészak előtt így odanni. Hát de még most hová mész? Ha, hova megyek? Elmegyek a bíróhoz, azt visszakérem, ami az enyém. Gyűjjék ki bíróra! Na, mi van? Azért jöttem, hogy visszakérjem, ami az ennyi. Igen? Na gyere bejebb, angyalom, aztán megkapod a magadét. Azt mondja már apámnak, no, hogy így melyik volt a legszebb évek így a együtt töltött, hát ilyen hosszú évek van. Melyik volt a legszebb? Hát édesfiam, az a 8 év hadifogság. Na már megint részek fényes nappa, hogy ilyeneket beszél a fiatalok előtt. Tudod, édesfiam, mire jöttem rá? No. Hogy a székelyemben van a legnagyobb férfi ereje a világon. Komolyan mondja? Ugyan. Hát majd, hogy tudná ezt valahogy bebizonyítani? Hát elmondom én neked, hogy amíg hadifogságban voltam a 8 év alatt, egyszer sem voltam itt. Azt közben megszületett a tegmeleségén a Annuska, aztán a kis sógornőt a Juliska. Na majd utána megjött a kis sógroda, a Mátyás. Hát ezért mondom én, hogy a székelynek van a legnagyobb férfi ereje, mert csak elég volt hozagondolnom azt ezt. Na hát akkor kedves főbura, ígyunk el rá nagy. Férfi előre. Férfi előre. Arra lehet is. Magyi fiam, látod-e már a mai újságot? Láttam már. Azt mi van benne? Töpörtyű. Édes fiam, te is olyan vagy, mint az anyád hátsó része. Minél nagyobb vagy, annál kevesebb körültelik benne. Azért, hogy nehogy megdöböljön tőle a rizsba.
nem szerezte már engem, hiába is mondod. De csak az a Rizskán szereted. Ó, aztán, ha te tudnád, hogy én minden este imádkozom érettet. Tényleg? Tényleg, Iván. Mindig elmondom, hogy drága jó Istenem, ne hagyd, hogy valami baja legyen ennek az asszonynak. Inkább legyen nekem. Mondjad csak! Meg minden este elmondom, hogy ne engedd ezt a szegény asszonyt, hogy szenvedjen. Inkább szenvedjek én, de nagyon. Mondjad csak, mondjad! Minden este elmondom. Nem is hallgatok. Hogy ne engedd, hogy özvegy legyen. Inkább legyek én. Igen, te meg kocsba töltenék! Mit csinálsz már itt? Inkább azt mondd meg, hogy életedben egyszer akartál egy férfi ember lenni. Nem. Akartam volna. De te szerettél volna-e? Te már ide figyeljé! Be kell, hogy valljam, hogy mostanában én olyan másodhegedűsnek érzem magam ebben a házasságban. Ejtem! Hát amilyen furujád van! Márnak kéne örvendi, hogy még egyáltalán benne vagy a zenekarban! Hát ide figyeljék, ne asszom! Vedd fel ezt a gatyát! Tud nagyon nagy rám! Na hát, akkor vedd tudomásul, hogy ebbe a házasságba kihordja a nadrágot! Tessék, ezt próbáld fel! Ez lehetetlen! Hát te asszony, hát nem férek bele a bugyitba! És az így is marad! Jól vizsd az eszedbe! Mi bajod van már, asszony? Hát mi van? Úgy érzem, hogy fáj a derekam, ketté szakadok! Ja Istenem, csak azt ne! Egy is elég belőle! Meghoztam édesapám, azt mondja már, hogy mi lesz ebből a sok gyümölcsből? Ivóna, hát ha anyád dereka meggyógyult, akkor lekvár. De, ha nem, akkor meg pálinka. Úgy legyen. Meg is sündörösz még a szoknyám körül. Miért nem hozom már egy tagaros feleséget, aki levenné ezt a nagyja munkát rólam? Nem hozok én kenyérprédát a házba, édesanyám. Sokba kerülne nekünk, azt még kijenne a vagyonunkból. Én azt sem tudom, hogy ebben a faluban kikintjük. Hát, én tudok egy leálló a faluban, aki csak levegőt eszik, semmi más. Az pont passzolna hozzá, fia. Ne bolondítson már, édesanyám, hát olyan ember a világon nincs, aki csak levegőt eszik, azt még nem volt meg. De bizony van, az asszonyok túl hallom. Igaz, addig jöjjek. Ide figyelj, te asszony! Ha valamelyikünk meghalna, én beköltözök a várunkba. Megnézem én azt a jelent. Anyád már itt, akkor jár még temetni. Szabály. Gábris. No, mondjad. Emlékszel arra, amikor a tavaszod beteg lett a tehénkét? Persze, hogy emlékszem. Hogy nem emlékeznék rá? Az Áron adott egy gyógyszert, amit első jobban lett, már a tehén, aztán megdöglött. Már nem az Áron, hanem a tehén. Te megdöglött az üvé is. Azt... No. Haragudtál a tehénre? Én? Hogy haragudtam volna? Inkább sajnáltam szegényt. Azt melyiket szereted jobban? A tehene? Vagy a lányodat, a Júlcsát? Hát persze, hogy a lányunkat, a Júlcsát. Ahogy ne azt szeretném.
Hát akkor ne haragudjál már a Júcsára. Hát ugyanúgy jár, mint a tehene. Rászabadult a helyére, az főfúvódott fő. Azt mondta, hogy kiköszörüli a csorbát. Kiköszörüli? Akkor köszörüljünk mi is. Hát te mit csinálsz itt a padon ilyen kora reggel? Hát én csak reggelizek. Mi finomat eszünk? Hát én csak szívom be ezt a friss levegőt. Nem kell nekem semmi ennyi. Ettől is jól lakok. Te nem csináld rá, hogy csak ennyit ő jól laksz? De bizony, én puszta ájárral is megélek. Asszony is lesz, a víz is megmarad. Na. Na, jó, hogy... Menjesző lesz, édesanyám! Megmondtam én, hogy kiköszörülöm azt a kis csorbát! Édesanyám, édesapám, üsségjél már a kodámat! Megtaláltam a nekem való jányt!